itt lehet most javítani Bertus ezúttal. Beadja, és ez most jó döntés. Ezzel el is dől a mérkőzés, Lukács talál a hálóba. Gratulálok a legutolsó 2022-es győzelemhez. Így zárta a DVTK a bajnokságot, hogy a látta a találkozót. Szerencsére jól sikerült zárnunk ezt a bajnokságot, méltóképpen, ahogy ez az őszi szezon sikerült. Azt gondolom, hogy jól kezdtük a mérkőzést, 2-0-ra vezettünk, a kezünkben volt teljesen a mérkőzés. Második félben is úgy jöttünk el, hogy kell, helyzeteket dolgoztunk ki, nem sikerült a harmadik gólt megrúgnunk. Az ellenfél, Siófok pedig szinte a semmiből rúgott egy gólt, egy szép gólt, de azt gondolom, hogy erre is jól reagált a csapat, és tudtunk egyből újítani. Volt is szereztünk, úgyhogy utána eldőlt a mérkőzés. Hét gólpassz vetett ki részre a győzelemből, ez a feladatod? Hát igen, mondhatjuk, hogy ez az egyik fő feladatom, hogy próbáljam kiszolgálni a társakat. Szerencsére most ez sikerült, de nyilván az én passzaim nem érnének semmit annélkül, hogyha ezt nem tudnák a társaim jól befejezni, úgyhogy ezúton is köszönöm nekik, hogy lett két gólpasszom. De azt gondolom, hogy nyilván egy támadó középpásznak az egyik fő feladata, még a gólszerzés, azzal még adós vagyok, remélem, hogy tavasszal ott is tudom pótolni a hiányaimat. Egy picit visszatekintünk, akkor Győrben is adtál egy gólpasszt. Mondhatjuk azt, hogy Bertus Lajos számára picit baj, hogy véget ér ez az év? Kicsit igen, mert úgy érzem, hogy most sikerült beverekedni magamat a csapatban, talán egyre jobb játékkal is, tudtam eredményes is lenni gólpasszok terén, úgyhogy kicsit sajnálom igen, hogy véget ér a szezon, de nyilván a pihenés az jókor jön, tudunk a családdal egyet pihenni, az ünnepeket eltölteni, úgyhogy kettős érzés van bennem ilyen szempontból. DVTK a első kört a tabella élén zárta, és a 2023-as évet is a tabella élén fogja kezdeni. Foglalkozol ezzel, figyeled a tabellát, vagy a játék a legfontosabb? Én azt gondolom, hogy figyeljük nyilván a tabellát, de mindig meccsről meccsre haladunk, és hogyha tudjuk hozni a következő meccseket mindig, akkor nem lehet probléma. Nyilván így, hogy a feljutás a célunk, és az, hogy bajnokok legyünk, így a tabellát figyeljük, de azt gondolom, hogy most jó ránézni a tabellára, úgyhogy így örömmel megyünk el a pihenőre. Többször említetted már a pihenőt, illetve a családi programot. Ha túl vagy a pihenésen, akkor mi lesz a program? Hát már megkaptuk az egyéni programunkat is, ugye egy hét teljes szabadságunk van, utána a következő hetekben, már a második, harmadik hétben is már egyéni futóprogramunk van. Azt gondolom, hogy ez egy profi csapatnál ez egy teljesen megszokott dolog. Nem lehet teljesen elengedni magunkat, mert akkor sokkal rosszabb lesz, hogyha visszajövünk. Úgyhogy nyilván a szünetben is nem csak a pihenéssel fog tenni, hanem az edzéssel is. Hamarosan itt van 2023, mivel lennél elégedett a következő évben? Én azt gondolom, hogy teljesen egyértelmű, hogy jussunk fel, utána az NB1-ben is egy jó őszi szezont zárjunk, azzal, hogy megalapozzuk a bennmaradásunkat, úgyhogy én mindenféleképpen ezzel lennék elégedett. A DVTK 3-1-re legyőzte a Siófokot, így a diósgyőriek az élen telelhetnek. Én köszönöm a figyelmet, és búcsúzom a viszontlátásra, a viszonthallásra.